Sziasztok, gyerekek! A Maroshegyi Jobiba látogatott a Kincsestáda. Melyik csoportban vagyunk? Ti hova jártok? Melyik? Pillangó. És jó a pillangó csoportba járni? Igen. Miket szoktatok tanulni? Sok minden. Hát például? Verseket. Verseket? Meséket. Meg... Aha. Éneket. Hát én akkor azt javaslom, hogy egy kicsit nézzük meg, hogy ti mit csináltok a csoportotokba, és... Kiszámolókat is szoktatok? Na, hát szerintem sok mindent megismerhetnek a tévés gyerekek. Tornázunk. Hát láptornát is fogunk látni, úgyhogy tartsatok velünk, és ismerkedjünk meg a csoport életével. A pillangó csoportba kézműves foglalkozást is tartanak, nézzük meg, hogy mit is készítettek a gyerekek. Megmutatom, vannak már elkészült munkák, hogy milyen lesz, milyen lehet. Majd ez a technika, amit most csináltok, ezt úgy hívják, hogy körmönfonás. Az ujjacskáinkkal csináljuk, 7 fonal van összekötve, és ugye 3, egyik kezeteken 3, a másik kezeteken 4 ujjacskát vesz igénybe. És meg is mutatom a Zsuzsika, hogy úgy csináljuk, mutasd csak ide. Hogy a kicsi ujjaddal most lépegetni kell. Lép, 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 és a pici ujjaddal ellopod a másik felső fonalat. És így készül ez a szép körmönfonás, amiről elmondtátok, hogy van, aki a hajába szalagot szeretne készíteni, van, aki kígyót. Igaz, Lara? Igen. Kata, te mit szeretnél készíteni belőle? Övet, Zsóka. A hajadba szalagot te is, igen. De lehet ebből nyakláncot is készíteni, vagy akár karkötőt. Azt is lehet, igen. Igen, akkor rövidebbet kell készíteni. Mi az, amire oda kell figyelni esetleg a szalkotás közben? Hát fontos nagyon a figyelem, mert ugye a felső ujjacskáikkal kell mindig, hát lépegetni kell. Van, akinek már nagyon ügyesen megy, hogy egyedül segítség nélkül meg tudja csinálni a másik kezének a segítségével, és hogy ne keverjék össze a szálakat. A kis ujjával ellopja a másik kezéről a felső fonalat, a többivel pedig lépegetnie kell. Ezért szoktuk mondani magunkban, hogy lép, 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 lop. És akkor itt látszik, hogyha ügyesen csinált, akkor szépen kialakul a minta két színű fonalból. Mennyi ideig tart elsajátítani ezt a technikát? Igazából képességeiktől függ, az ügyesebbek nagyon gyorsan meg tudják csinálni. Tehát ahogy elmagyarázzuk és megmutatjuk nekik, van akinek már nagyon gyorsan megy. Húzd meg, Lara, jó? Így feszítsd meg mindig, amikor elhúztad, akkor hogy szép szoros legyen. Kata is, gyönyörű Zsóka is. Mi van a Zsuzsi? Azaz, szorítsál rajta, jó? Nagyon szép. Látod, hogy milyen szép mintája van? Lara, te is látod? Tetszik neked? A szövéssel szeretnénk megtanulni a gyerekekkel kis terítőt készíteni. A szövés technikájának a lényege, hogy egyszer lent kell bújtatni a fonalat, egyszer felül,
visszafele pedig pontosan ellentétesen, akkor kapjuk meg ezt a szép mintát. A gyerekek ujja finom motorikája nagyon-nagyon jól tud fejlődni ezzel a technikával, és különböző használati tárgyakat is készíthetnek. Most a kis terítő után a nagycsoportosok a ballagó tarisznyájukat is meg fogják szőni. Addigra már jól elsajátították ezt a technikát, és meg fogják tudni csinálni. Egyszerre csak mikrocsoportban dolgozunk, de a csoport minden tagjának lehetősége lesz arra, hogy folyamatosan jöjjenek szőni. Itt, gyere, fogd meg, és csináljuk együtt. Hogy? Minden második alatt dugjuk át. Nézd meg most, melyik következik, ha itt dugtuk át. Igen, nagyon jó, nagyon jó. Úgy, fogjad? Most hol fogjuk? Rögtön odajövök, kicsim. Akkor fordulj meg. Megfordultál? És akkor igen, ha alul mentél, akkor felüljön. Megfordulunk. Így fordulunk meg az utolsó sorban. Így, alulról oda visszük. És most melyik következik? Úgy, nagyon jó. Akkor most ráéreztél. Jó. Próbáld ki akkor egyedül, jó? Másik színt. Másik színt köszönjük. Milyen színnel szeretnél? Így. Menjél oda nyugodtan, és hozd ide, jó? Szép színes terítőt szeretnétek csinálni, gyerekek? És kinek készítitek ezt a szép kis terítőt? Én apának, meg anyának. Te apának, meg anyának? Mit gondolsz? Mit? Anyának. Meg a borókának, te édesanyának? Anyának. Én hármat. Milyen kedvesek vagytok. Akkor próbáljuk meg úgy, hogy meglepi legyen, és sok meglepetés legyen, és akkor ne áruljátok el a titkot, jó? Hármat is csinálsz? Miért hármat csinálsz? Milyen kedves vagy, a család minden tagjának készítesz ajándékot? Szeretsz örömet szerezni? Szerintem ennek nagyon fognak örülni. Te egyet csinálsz? És az milyen színű? Világos kék, nagyon jól mondtad. Szereted, hogyha szép színes lesz a olyan minta? Virág. Mint a virág? Becsületesen. Gyerekek, például jól megnyomtad, hogy ön a másik lábad is. Nem kell mondani. Hát akkor nem tudod megfogni, és biztosan megcsinálni. Lerike, légy szíves, azt csinálod, amit tudod. Így van. Aki készen van, támaszkodjon meg hátul a kezébe. És jönnek a hernyók. Így van. Csináljuk úgy, hogy mindenki magában számol. Ötöt, és visszafele is ötöt. Kezdjük, jó? Vissza. Előre. Most megyünk előre, jó sok apró hernyót csináljuk, és visszafele megmasszírozzuk a talpunkat, jó? Figyelj! Amennyit csak tudsz, és masszírozzuk meg a talpakat, még egyszer.
amint csak úgy, és masszírozzuk meg a talpakat utoljára, és masszírozzuk meg a talpakat. Most eljártuk azt, hogy esik az eső, dörög a tér, és jönnek a telepánkok. Oda ütögetjük a lábunk ujját, esik az eső, talpunkat, dörög a tér, hajjon, és a talpunkat jöjjön a telepánkot, a hajjon, hogy dörög, még egyszer lábatok ujját, esik az eső, vesztenek össze az ujjaik, béküljenek ki, vesztenek össze, béküljenek ki, még egyszer vesztenek össze, és béküljenek ki. Szépen, húzzátok ki magatokat, most üljetek csúnyán tékosan, szépen, egyenes hát. És most csúnyán, húfosan. Na még egyszer utoljára üljünk szépen, hogy dobjuk el a nyakunkat. Most varázsoljatok hosszú zsiráfnyakat. Még egyszer dobjuk el a nyakat, és varázsoljatok hosszú zsiráfnyakat. Most térdeljünk fel, jó? Üljetek a sarkatokra. És ennek a cicát. Nem, most a sarkunkra csücsülünk. Varázsoljatok kis kancsót, csiripú, csiripám. Álljatok fel és vigyázzatok a kancsó fülére, hogy megmondjuk, hogy mindenkinek. Még egyszer, gyertek gyorsan. Attól tartás, akinek megmaradt mind a két fül a kancsójának. Még egyszer, csiripú, csiripám. És álljunk fel. Jó, mehetünk körbe úthozából, hogy megyünk túl magasra, emeljük a sarkunkat. Hadd nézzem, milyen magasra tudta felemelni. Nem, kapagozzuk! Várj! Jaj, Jánosnak jó magasra tudta felemelni. Jó magasra. Jaj, sietem kell a buszokból. Sietem, hogy el ne menjen a busz. És menjünk el az erdőbe, már nem tudom. Meg Varázsoljátok őket a tóba.
Ha minden kiskacsa be nem kapulva. Akkor Csücsü, ne úgy csukom bele, hogy a másik parton kirepüljön. Te egy egyszer neki a bejárt, tehát amit van, jó? Segítsen, minden kiskacsa bekerült a tóba? Ha segített ennek a tóba, akkor csücsüljünk vissza a szőnyek. Szélére gyertek, kedves szélére. Megvárjuk, hogy eljön. Gyere ide hozzám, gyere. Képzeljétek el, Marcika. Marci, hogy a kiskacsát, Lara, Erik, hagyott ezt a pici kacsát, nézd meg, kint maradt a tóból. Jön a rópa éjjel és elkapja a kiskacsát. Reggel szeretnének felkelni, és tovább repülni innen. Megvárjuk, hogy reggel legyen. Jó? Küljeljetek, hogy mikor lesz reggel. Hát, ha nagyobb körbe jönnétek, akkor mindenki ide férne. Ó, tényleg már reggel is lesz, hogy ezzel segítsük a kettőt. De a lábatokkal, gyerekek, a lábatokkal. Az a ügyes, aki a lábával segíti ki a tóból, és elvisz a cipőjéhez őket. A lábatokkal, és megnézem, miért nem során. A becsületes kicsi a lábával segíti a kiskacsáit. Zsókai, szok! Nézd, vagy nézem, milyen ügyetlen viszed oda. Nagyon jó! Kedves gyerekek, ennyi fért ma esti kincsestárdánkba, tartsatok velünk is legközelebb 18 óra 10 perctől számítok a figyelmetekre. Sziasztok! Sziasztok!